hogyan kell kezelnünk az érzéseinket, az érzelmeinket, a konfliktusokat, ebben segítünk Robosz Zsóka mediátor. Szia, üdvözlünk itt a műsorban. Sziasztok! Hogyan kell kezelnünk a konfliktus helyzetet? Hát ugye a konfliktus eredeti jelentése az fegyveres harc. De azért ma már ennél sokkal tágabb jelentéssel bír. Tehát a konfliktus mondjuk valakinek a belső konfliktusa, biztos hallottátok már ezt a szót, az embernek az élete során nagyon sokszor adódik olyan helyzet, amikor döntési válságba kerül, ez egy úgynevezett belső konfliktus. Amíg azt nem oldjuk meg, addig nagyon nehezen tudunk tovább lépni, ezt úgy hívjuk, hogy addig van egy elakadás az életünkben. Ez is egy fajtája a konfliktuskezelésnek, ehhez is érdemes már segítséget hívni, mert sokszor azt szokták mondani, hogy az ember amiről nem tud beszélni, arról nem tud gondolkodni, hiszen annyira verbálisan gondolkodunk, annyira a szavaink határozzák meg azt, ahogy cselekszünk, vagy amit gondolunk a jövőnkről, hogy néha egyszerűen az is segít, hogyha valakinek meg tudjuk fogalmazni azt, ami bennünk csak egy ilyen kavargó érzelemmassza. Úgyhogy már az is érdemes segítséget kérni, hogy valaki a saját belső konfliktusait, ami egy kicsit viccesen hangzik, hogy magaddal tud rendezni a konfliktusodat, de sokkal rövidebb idő alatt tudsz valamire jutni vele. De ehhez elég egy barát, vagy egy családtag, vagy jobb, hogyha szakértőhöz fordulunk? Ha ezt gyakran megkérdezik tőlem, a legnagyobb különbség az, hogyha neked van egy problémád, és szomorú vagy, és elkeseredett miatta, akkor egy barát azt mondja, hogy ne sírj, Luca, majd minden rendbe jön. Egy szakember meg azt mondja, hogy Luca, sírjál, ez a feldolgozás egyik formája. Igen, és nem fog sírni magától helyre jönni. Szóval, hogy persze nagyon fontos a barát érzelmi támaszként. Nagyon fontos az úgynevezett szociális háló, a szülők, a testvérek, a párod, a barátnőid. De hogyha úgy érzed, hogy ez az elakadás már egy ideje tart, és vagy ugyanazokba a körökbe futsz bele folyamatosan, akkor érdemesebb egy szakembert keresni. Sokszor egy szakember csak annyit csinál, mint amikor egy erdőbe eltévedsz, és ő egy helikopterről nézi, hogy merre vagy. Sokszor ő látja, hogy még egy picit kéne csak tovább menned, és már kijutnál az erdőből, te meg ott bolyongsz esetleg hetek óta. Mondanék három szituációt, amire mondjuk kíváncsi vagyok, hogy te, mint mondjuk konfliktuskezelő, ezt hogyan kéne megoldani. Két gyerek játszik a játszótéren, és mondjuk ez a legjobb, innen indul. Ugye az egyik gyerek mondjuk bántja a másikat ismeretlenül, oda rohan mind a két anyuka, és ugye az az anyuka, akinek nem az ő gyereke, de bántották, rászól arra a gyerekre. Innentől kezdve kezdődik a konfliktus, hisz összeszólalkozik a két anyuka, hogy te miért szólsz bele az én nevelésembe. Akkor ki a hibás ebből a szempontból? Ez az első. Ki a hibás, és hogy kezeljük? Nagyon nehéz egy ilyen kontextusból kiragadott szituációba segítséget adni, de mindenféleképpen tudnunk kell, hogy nagyon különböző az úgynevezett társadalmi népek és a nyugati vagy az angol száz kultúrában élő népeknek nagyon eltérő a gyereknevelési szokás. Mondjuk a magyarok szerintem temperamentumosok, inkább azt mondom, hogy nem is temperamentumosok, idegesek. Tehát, hogyha nézzük a vezetési kultúránkat, nézzük azt, hogy nem engedik be az embert, anyáznak, beintenek egymásnak, stb. Ez azt tényleg mindennapban előfordul. Ez a stressz. De a gyereknevelésben a legnagyobb különbség az, hogyha megfigyelsz egy csoportot mondjuk egy társadalmi népnél, egy összejövetelt, vagy mondjuk egy kerti partit, ott az van, hogy minden felnőtt a látókörében lévő gyerekekre vigyáz, és őket figyeli. És nyugodt amiatt, hogy az ő gyerekére meg valahol máshol figyelnek azok, akiknek a látókörébe van. A mi kultúránkban mindenki a saját gyerekével van elfoglalva. Nálunk az is gyakran előfordul, hogyha te gyereked életveszélyes helyzetbe kerülne, és egy idegen rászólna, akkor is megsértődnél. Akkor is úgy éreznéd, hogy semmi köze hozzá. De ezt joggal tesszük, vagy nem? Nem, ez nem egy... Ezen kéne változtatni. Igen, tehát, igen. Tudunk... Ez miért van? Mert ennyire stresszesek vagyunk, és frusztráltak? Vagy ez egyszerűen így alakul? Hát ennek nagyon messzire vezet a gyökere. Ugye a konfliktusok, úgy érezzük, hogy felerősödtek a konfliktusok napjainkban, mindenhonnan ez jön vissza, hogy régen nem volt ennyi konfliktus. A konfliktusok a demokráciának az eredményei, hogy nagyon leegyszerűsítsem, megszűnt a tekintélyelvű társadalom. Ennek is több oka van, de régen azért biztos tudjátok, mert még nagyon fiatalok vagytok, de azért idősebbek elbeszéléséből csak lehet tudni. Csak a Luca. hogy régen azért, amit a szülő mondott, az úgy volt. Sőt, tovább megyek, amit egy nőnek a férje mondott, az úgy volt. Amit a nagyszülők mondtak, a hagyományok éltek, tehát nem lehetett kilépni, nem lehetett az embernek saját útja. Most, hogy ezt mondtad, hogy mondjuk, amit a nőnek a férje mond, ideje lenne visszatérni a régi szokásokra, amit mond, az úgy van. Vagyok, azért csak hát a demokrácia munkás. Tehát nagyon és ugye ide vezetett az is, hogy nagyon felgyorsult az információ
átadás. Tehát én is szeretnék a gyerekeim előtt egy mindentudó bölcs öregnek tűnni, de ha valami van a telefonommal, akkor sajnos fel kell hívnom őket, hogy valamit elnyomtam, próbáljuk meg. Ez azért az embernek rongálja a tekintélyét. És akkor ezekből adódnak a konfliktusok, tehát már nem megkérdőjelezhetetlen az, amit mondok, nem megkérdőjelezhetetlen, amit egy pedagógus mond. Egymásnak ellentmondó pszichológiai irányzatok vannak, vannak, akik nagyon liberálisan gondolkodnak a gyereknevelésről, vannak, akik még mindig ezt a poroszos, amit ugye az iskolában tanulunk, szóval én is látom, hogy az, amit a gyerekem tanul most, arra nekem még az életbe sose volt szükségem, szóval, hogy a kovalens kötést azóta se került szóba mióta. Ez az akkor is tanultuk, amikor én iskolás voltam, de... És nekem azért most már van egy fél évszázados rálátásom, nem volt ez rá. Ez olyan, amit tanultunk gimnáziumban, másodikban már deriváltunk, és... Nem is értem, hogy mit mond, ez biztos szakos, én is soha nem használta az ember. Igen. Tehát, hogy túl, mikor tehát... tudsz deriválni az életedbe, hogyha valójában elmész mondjuk egy olyan irányba, hogyha tényleg ez számít neked, akkor lehet, hogy fogsz, ha akár fizikus tesz, akkor fogsz fizikával foglalkozni, kémiával is. Egyébként meg bőven elég, hogy tudjuk, hogy mondjuk mi a só, meg mi a víz. Meg éljünk boldogan. Tehát, hogy, és akkor ezek nagyon megkérdőjelezik a pedagógusok tekintélyét szegényeknek, mert hát mondjuk ők sem annyira napra készek az élet dolgaival, és ezért a gyerekek nem gondolják. De mondtad azt, hogy nagyon demokratikus, és akkor ott van az, hogy mondjuk már a tanárral akár ellenszegül a gyerek, akár fizikailag is, ezért miközben régen ezt nem mertük meg. Hanem, igen, hanem bemegy és leordítja és a tanár fejét. Ez is, mintha belegondoltak, mind a tekintélyelv eltűnése, mint mert régen azért egy pedagógusnak volt tekintélye. Persze, amit ő mondott, az úgy volt. Ha füles kaptam, akkor sem mertem megszólalni. Tehát... Így van, most már ez is. Szóval, hogy azért mondom, hogy a konfliktusok előtérbe kerülése ez inkább. Ez visszatérve a homokozós sztoridra, hogy a legfontosabb az lenne egy konfliktus kezelésénél, hogy tételezzük fel a jó indulatot. Tehát én emlékszem, amikor az én nagyfiam bölcsödés volt, az egyik legkedvesebb bölcsödés anyukának a kislánya odament, és gyakorlatilag kiharapott egy darabot a hátuljában. És örültem neki, de az ember azt feltételeztem, hogy nem anyuka biztatta föl rá, vagy nem tudom, persze, hát mint 2 évesek voltak. Hát ilyen elő megtetszett neki az a darab, vagy nem tudom. Szóval, hogy, és hát nagyon nehéz ezen lelkileg, mert hát nyilván az emberbe első pillanatban ugyanazok a reakciók indulnak be, mint amikor egy macska meglát egy kutyát, tudod, csak rajtunk persze, ennyire persze, nem látványos, persze. De ugyanazok a reakciók. És akkor próbáljuk valahogy ezt kulturáltan kezelni, és mondom, a legfontosabb az, hogy tételezzük fel azt, hogy nem volt mögötte szándékosság, igen, hogy ő is abban érdekelt, hogy minél előbb megoldjuk a konfliktust, hogy ez nem érgesedjen el, és hogy közösen találjunk. Tehát nem az van, hogy itt vagyok én, itt van közös ő is, nevezőt kell köztünk akkor találni a probléma, hanem mi álljunk egy oldalra, és akkor a probléma mindjárt átkerül a másik oldalra, és akkor közösen biztos, hogy fogunk tudni valami megoldást találni. Ezzel kapcsolatban is hívhatnak. Igen. Egész délelőtt a 0-35-15-93-99-es számon.